Szép jó estét kívánunk, kedves barátaink, kedves szerzőink, az Anyanyelvápolók Szövetsége kiadásában megjelenő Magyar Óra folyóiratnak a lapszám bemutatóján. Én Blankó Miklós vagyok, a lap egyik szerkesztője, és most a negyedik évfolyamnak a harmadik számát mutatjuk be, ami a Biblia és Öröksége címet viseli. És ráadásul abból a szempontból is különleges ez a lapszám, hogy ez éppen a tizedik a Magyar Óra számai közül. Hát egyre kevesebbszer fogják így látni, mert egyre nehezebb ide cipelni, de minden esetre most még a teljes kollekciót elhoztam. Kezdtük a Bánkbánnal, aztán jött a retorika, késő modern, digitális magyar óra, régi magyar irodalom, nyelvhelyesség, gyermek és ifjúsági irodalom, aztán jött egy tájszám, a mondatszám, és most pedig a Biblia és Öröksége a tizedik számunk. Úgyhogy ez alkalomból is üdvözlöm Önöket, és mindenek előtt szeretném köszönteni a mai esnek a díszvendégét, Csernus Marian Kossuth és Jászai Mari Díjas színművésznőt. És ahogy lenni szokott, először kicsit a folyóiratról lesz most is szó. Fráter Zoltán tanár úr betegség miatt nem tud itt lenni főszerkesztőnk, úgyhogy kedves kollégám Baranyai Katalin tanárnő, aki a lap egyik szerkesztője, ő fog mesélni arról egy kicsit, hogy mi is található most ebben a számban, és nagyon örülünk, hogy sok szerzőnk is itt van velünk. És még egy ilyen üdvözletet szeretnék átadni Juhász Judit elnökasszonyét, aki pedig most az 50. édes anyanyelvünk nyelvhasználati versenyt szervezi éppen Sátoraljaújhelyen, úgyhogy egy nagyon fontos esemény zajlik most a napokban majd a Magyar Óra bemutatón kívül is az Anyanyelvápolók Szövetsége tevékenységében. Úgyhogy akkor Baranyai Katalin tanárnő következik. Jó estét kívánok! Kedves művésznő, vendégeink, barátaink, valamennyi hallgatónk és remélhetően olvasók! Azt gondolom, hogy ez a millió, amiben vagyunk itt a galériában, igazolja azt, hogy a Bibliáról beszélni mindenkor aktuális lehet. És külön számot megjelentetni róla, különösen a magyar tanítással kapcsolatban, még talán ajánlatos is. Persze kockázatos, azt gondolom, olyan értelemben kockázatos, hogy nagy alázat kell hozzá, és nagy reménység, hogy sikerül valamit hozzátenni az évezredes hagyományokhoz, illetve az új megközelítésekkel. Ebben az érdekes és kifejezetten számomra ünnepélyes pillanatban ennek a tizedik Magyar Óra számnak, a Biblia és Öröksége című számnak a lapjait fogom úgy végigpergetni, mint mondjuk a méz kinyerésénél a gazda, és nézi azt, hogy a termésből mi lett, milyen a méznek a minősége mondjuk, és ahogyan a cseppek gurulnak, mennyi állt belőle össze. Szóval a következő percekben ennek a körülbelül 120 oldalnyi terjedelmű szövegnek a megszólaló hangjait, az abból összeálló összhangzatot próbálom önöknek bemutatni. Azért említettem hangzást, mert amikor sokadjára végigolvastam a lapot, a elkészült, összeállított, szerkesztett lapot, rájöttem, hogy valami megszólal benne. Egybecseng. A legelső, a nyitó esszé Szent Pál nevezetes soraival indít, és ezzel megadja a hangütést. Valamennyien ismerjük, nem szeretném csak elrontani. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengőérc vagy pengő cimbalom. Erre az idézetre utal Balacka Andrásnak az esszéje kérdés formájában: zeng az érc és peng a cimbalom? Írásában fordítás technikai és meglehetősen érdekes kultúrtörténeti, még zenetörténeti, hangszertörténeti nyomozással érkezik oda, meg érkezik vissza
a Biblia jelentéshez, hogy igenis szól, megszólal, ha pengetik, az a bizonyos cimbalom, ami a valóságban ugye nem az a magyar cimbalom, amelyiket mulató zenéhez szoktunk használni, de mégis a visszhanghoz is és a hangszerhez is köze van, teli találat. Az olvasó ennek a hangnak a zenei megszólaltatását a lapszámnak a vége felé is érzékelheti, de egészen konkrétan, oly annyira konkrétan, hogy utólag éppen szerzőnknek mondtam, Ecsedi Zsuzsa a szerző, aki az evangélikus zenéletnek egyik nagyszerű képviselője, kántorképzőben és máshol, hogy az ő általa javasolt és kiemelt zenei feldolgozás, mégpedig Mendelssohn Pálfordulás zenében című írásában ír erről, Paulus oratóriumának a kimetszett részlete mennyire alkalmas arra, hogy ezt a páli gondolatot zenében is közvetítse. Ecsedi Zsuzsa ehhez képeket is ajánl a feldolgozáshoz. Ezek kivetíthető és nagyon remekbe szabott alkotásai az európai kultúrtörténetnek. Kár, hogy nem tudunk QR-kódos megoldásokat egyelőre, de lehetséges, hogy a digitális változatban majd sikerül, mert akkor ezt a részletet akár már is behívhatnánk, meghallgathatnánk, de mindenkinek a figyelmébe ajánlom a művet, tehát Mendelssohnnak az oratóriumát, amelyik a maga idejében 1836-ban óriási siker volt, és valami majdnem 1000 fős zenész hát kísérettel és létszámmal tudott megvalósulni. De térjünk vissza a lapnak a tudományos és kifejezetten szerkesztett vázához. Ha megnézzük a fedelet, a Sárospataki tudományos gyűjteményekből kapott vizsai templom látképe van rajta. Ez gyakorlatilag elindít minket afelé, ahová jól tudjuk a magyar biblia vonatkozásoknak el kell jutniuk, hiszen onnan indul a magyar nyelvűség a biblia fordítással. Az első fejezet, tehát a kötetnek az első, vagy hát a számnak az első fejezete, amelyik Biblia nyelv és történelem alcímet visel, pontosan és jól, nagyrészt nyelvészeti közegbe helyezi a Bibliának ezt a vonatkozását. Tehát a magyar nyelvtörténet szorosan kapcsolódik a Biblia fordítás történetéhez, és ez kiválóan fejezi ki az egyik írás, Sárosi Zsófia tanárnő nyelvészeti cikke, mert címében is megjelöli azt, hogy a Biblia nyelvtörténetben és a nyelvtörténet a Bibliában tanulmányozható. Ez egyébként egy remek kiazmus, ami ugye a retorikából ismert olyan alakzat, ami nagyon gyakori a Bibliában, tehát még ezzel is rájátszik erre. Minden újabb találkozás a bibliai szövegekkel gyarapította a magyar nyelvet. Szókincsben, szinonimákban, szólásokban, fordulatokban, ezek egy része meg is marad, rögzül. Hasonlóképpen szól ennek a vonatkozásnak a fordítások összehasonlításában követhető alakulásával Zellinger Erzsébet tanárnőnek az írása. Ő nagyon szerényen úgy nevezi a munkáját, hogy a művelődés, illetve nyelvtörténeti közegbe helyezett morzsákról van szó, de hát ezek a morzsák valami pompázatos asztalról származnak, és fantasztikus morzsák is. Tehát a szinonimák intenzitásbeli kiválasztását is végig tekinti egy-egy fordítás összehasonlításnál. Ő egyébként ezt ugye nyelvészeti apparátussal teszi. Tovább írja a nyelvészeti blokkot a helyesírás történet, ami szintén szervesen kapcsolódik hozzá, Tótetelk a tanárnő még arra is példákat hoz, ahogyan a protestáns és a katolikus helyesírás megkülönböztet alakokat, és ezzel hozzájárul, hogy a viták hevében aztán kicsiszolódjék a magyar helyesírás már a rögzült változata. Tudjuk jól, hogy ebből is, meg abból is, tehát a fonetikus elvből is, és az szóelemző elvből is. Blankó Miklós írása tartozik még ebbe a körbe, szorosan, aki az előbb szóló kollégánk, a Szó ereje a Bibliában címmel, nem létfilozófiai vagy teológiai megközelítésből, hanem szintén nyelvészet, illetve kommunikációs szempontból nézi az isteni teremtő szóknak, a
kijelentéseknek és a kinyilatkoztatásoknak a szövegeit a Bibliában. Ez azért is érdekes, mert például a névadásra szóló, egy vonatkozó meglátásai, vagy az áldás-átok formulák, amik máshol is előfordulnak a nyelvben, a beszéd szerepére, kiemelt jelentőségére utalnak, és a mai relációba is helyezik ezt a vizsgálatot. A Biblia történeti igazságáról ír, most már ugye a történeti blogban szorosabban, Molnár Zsolt kollégánk, aki rendszeres szerzőnk is, már-már házi szerzőnek mondhatnánk, történelmi és földrajzi koordináták közé helyez egy-egy nevezetes bibliai kiemelt eseményt. Így például összeszedi, hogy Noé bárkájának miféle realitása van, hogy helyezhető el és létezette, hol keressük, kutatja a Biblia, a babiloni fogságnak a történetét, és hogy miként igazolható a történeti Jézus, mi a háttere az apostolok cselekedeteinek, az ott leírtaknak. A Biblia, mint könyv, sőt, hát a könyvek könyve ugyancsak témája az írásainknak. Becsuk Ottó, a Magyar Biblia Társaság egyik jelese, a Károli Egyetemnek az oktatója, alapos áttekintést ad a Bibliáról, még mindig ebben a történeti fejezetben, és annak a megjelenéséről, fordításairól, felekezeti viszonyairól, és az újra meg újra fordított változatokról. Ez nagyon jól megalapozza ez az írás, mert nagyon áttekintő és nemzetközi viszonyok közé is helyez azt az írást, amit a másik oldalamon ülő, hát nem is tudom, hogy mondjam, kollégánk és barátunk, Navarai Mészáros Márton írt. Ő speciálisan, mondhatnánk azt, hogy a Pecsuk Ottó féle biblia történetet folytatva, az angol nyelvű bibliáról, illetve hát annak egy speciális változatáról, Jakab király bibliájáról ír. Ami nekem nagyon is érdekes volt, még nem bibliai szempontból is, mert összevethettem azt, hogy a már polgári körülmények között születő Bibliának a megszületése mennyire szponzoráláson, és mennyire azon is múlott, hogy az akkori angol olvasónak már nem kommentárral kisebb Bibliát kellett a kezébe adni, igényelte azt, hogy ő az eredeti Biblia szövegeket önmagába kapja meg. Ez egyébként kiderül a más magyar írásokból is, hogy a Biblia kezdetben kommentárokkal került az olvasó kezébe, ez érthető, hogy miért, hiszen a fordítások kezdetlegessége és az olvasóknak a nehézségei indokolták, de ugyanígy elmaradt később a magyarból is. Aztán a második fejezetben már szorosabban az irodalomra térünk. Itt Lovas Borbála az, aki a Biblia témájú históriákat abból az időből felidézi, amikor még csak szóbeli módon, vagy elfogadott a közös, vagy az egyezményes Biblia fordítások előtti időben vették kézbe az emberek. Egy nagyon érdekes periódus. A magyar középkornak egy, azt hittük, sötét fejezete, de inkább izgalmas, érdekes, nem kutatott fejezete, és kifejezetten érdekes, hogy a Tóbiás történetét veszi ebből ki, két fordítás változatban. Tulajdonképpen a mai megközelítések a Bibliához, ilyen irodalom, tudományi vagy szöveg, tudományi alapon, azt segítik, hogy előzményekkel nem rendelkező, vagy épp előítéletekkel rendelkező fiatalok is más úton eljuthassanak a Biblia értelmezéséhez. Nagy ugrással aztán a modern kor, a 20. század biblikus vonásait, vagy vonzásait mutatja meg néhány írás. Nagyon érdekes névsort mondhatok, mert Füst Milán, és Papp Károly, illetve Hajnóci Péter kerül ebbe a névsorba, Kosztolányi Dezső mellett. Füst Milánnak a Gyászkar című versét elemzi alaposan a körünkben ülő Lantos Jonatán, kifejezetten mai, modern módszerekkel, kimutatva azt, hogy ez az úgynevezett objektív kórus ciklusból való vers, Füst Milánnak a három verszakról van szó összesen. A Füst Milánnak a felfogásában egészen különleges komor humort mutat, és hát komorságot abban a tekintetben is, hogy a Bibliának van egy bizonyos kollektív győzelem tudata a megváltás miatt.
már annak számára, aki ebben benne van. Ez ennek a versnek a sugallatára nem születik meg, viszont roppant izgalmas az, hogy a lírai én, a beszélő, és a tragikus hős ebben a szövegben valami érdekes, vívódó viszonyban van. Ez viszont a modern embernek az alaphozzáállása, azt hiszem. A Kosztolányi novella, amelyet Pintér Borbála mutat be, azért értékes darabja ennek a kiadványnak, mert a Káin történet az egy nagy sztereotípia számunkra a kereszténység és az európai kultúrkör viszonyai között. És ez a Káin, Kosztolányi Káinja, valami végtelenül mai korból való teremtmény, alak, figura. Ugyanis Káin nem az atya Istennek, hanem a saját apjának akar megfelelni. Így aztán mondhatnánk azt is, hogy felelősségtudat nélkül, vagy mélyebb átgondoltság nélkül teszi, amit tesz, teszi meg a bűnt, de nem a bűntudat terhel a tél tovább, hanem tovább lép, tovább megy. Valami egészen más kontextusban, mint ahogyan azt mi elvárnánk tőle. Muzsa Timeának, akit nem nagyon látok most a jelenlévők között, kiváló tanulmány részlete Papp Károly egyik regényének a hőséről szól. Ő Dosztojevszki, Nietzsche és tulajdonképpen Papp Károly felfogása háromszögében próbálja a hőst vizsgálni, a jézusi viselkedést illetően. Az a címe a regénynek, hogy megszabadítottál a haláltól. És a főhős itt kifejezetten az ember szeretet által keres megváltást, és azt gondolja, nem a halállal, hanem a többiektől visszakapott szeretettel ad példát. De ugye ez egy roppant problematikus dolog a hit oldaláról tekintve, vagy a felekezeti teológiai felfogás szempontjából. Nagyon érdekes, szembe megy a kornak, ez a Papp Károly kora, a Renan kora, a felfogásával. Legtávolabb a Biblia eredeti szövegétől akkor vagyunk, amikor Hajnóci Péternek az írását elemzi egy szerző. Hajnócinál ugyanis a test kérdése nagyon izgalmas, a Véradó című novellában az áldozathozatalról ír, de hát Hajnóci nem hisz abban sem teljesen, hogy az áldozathozatal, áldozatadás az csak szeretetből fakadhat, és tulajdonképpen a önzetlenségben sem teljesen, tehát ez egy nagyon-nagyon kérdéses és nagyon korszerű felvetés. Lapszámunk közvetlen és hasznosítható anyagai az osztályterem fejezetben találhatóak, ez a harmadik fejezet. Célunk, hogy a tanárok kezébe használható anyagot adjunk. Ebből a fejezetből emeltem ki korábban a zenei feldolgozást, amelyik különféle órák keretében is bemutatható. Ennek az első írása arra hivatkozik, hogyha narratológiai, elbeszélés technikai, retorikai szempontból nézzünk meg bibliai szövegeket, hasonlítunk össze például az evangéliumokat, amelyek egy történetet többféleképpen kis elmozdulásokkal, látószögekből mutatnak be, akkor segít ez értelmezni a bibliai alapú, azzal párbeszédben lévő később született szövegeket. Így kerül a fókuszunkba Gyida Jenőnek a Nagy Csütörtök című verse. És ezen keresztül behozható a bibliai téma, illetve fordítva kiderül, hogy Gyida Jenő maga is Lukácsnak és Máténak a szövegeiből, annak a sugallataiból és metaforáiból egyaránt építkezett. Nagyon érdekes dolog, hogy, és izgalmas, a középiskolai lehetőségeket teljessége megmutatja és kiaknázza, hogy egy kolléganőnk, aki elég messze van az ország másik végén, Deák Takács Szilvia, végig tekinti a középiskolai biblia bevonásnak a lehetőségeit, és azt alapítja meg, hogy visszakönyvhöz, ugye, ez két értelemben is érti, Covid után vissza a könyvhöz és nem a laptophoz, másrészt úgy, hogy vissza, hogy olvassuk, és abból felfedezően valamit tárjunk a gyerekek elé, minden súlykolástól és minden előzetes rájuk vetített szándéktól mentesen. Ő biblia dossziét ajánl készíteni, amelyben sok-sokféle módszer, sok megoldást, megközelítést, játékos, tulajdonképpen rafinált tanári módszer ajánl föl nagy csomagban, és ő elmeséli azt is, hogy mi az, amit kell, mi az, amit lehet.
Végül ennek a fejezetnek egyik remek esszéje született meg Pilinszky Jánosról, Urbán Péter, szomszédban tanító és irodalomtörténész kollégánk tollából, aki nagyon korrekt alapvetéssel, tehát irodalom tudományi alapvetéssel igyekszik megmutatni azt, hogy vissza kell menni az eredeti szöveghez, de mindig nagy figyelemmel az elmozdulásokra, mert abból kiindulva tudunk titkokat, különlegességeket, jelentéstöbletet találni. Tulajdonképpen ez az ő módszere, ez a talán ma lehetséges egyetlen jó megközelítés, mert a mai diák ilyen finom munkára bevonható más módon, a szövegek megközelítésével önállóan talán ilyenkor nem boldogulna. És az ő kiválasztott verse, a Tékozló fiú, ez remek alkalom arra, hogy Pilinszkynek az átértelmezését megvilágosítsa. A fejezet zárását stílszerűen egy olyan interjú adja, amelyet új kollégánk, új szerkesztő kollégánk Návai Péter készített Fenyő D. Györggyel, aki egyébként maga is érintett a Bibliával olyan módon, hogy valamikor adott ki válogatást ennek a módszertani feldolgozására, és most megjelent egy módszertani komoly kiadványa, amelyről összefoglalóan és az életpályájáról is nyilatkozik és beszél. Különösen fontosnak tartom, hogy vannak olyan bátor, fiatal kollégák, akik mernek általános iskolában komoly témákat, akár a Bibliát, akár más témákat is bevinni. Ilyen például Sára Csombor Rita, aki szintén majdnem házi szerzőnk, ő ezzel a címmel, hogy Pilinszkyt 8-ban a Ravensbrücki Passiót elemzi, értő módon, dokumentálhatóan a valóságban is. Hámóra Évát említem még meg egy mondatban, ő egri szerzőnk, és lelkiismeretesen végig gondolta, hogy pályája során mi az, ami 10-14 éves gyerekek számára traktálhatónak tartott a Bibliához kapcsolódóan, vagy annak a hatóköréből kiemelve, egészen az ünneplésektől, a szokásoktól, a legkomolyabb szövegekig. Kedves olvasók, így jutunk el ennek a kiadványnak, ennek a lapszámnak az utolsó fejezetéhez, amelyet vallomás címmel láttunk el. Mégpedig azért, mert a benne szereplő Petőci Éva, költő és irodalomtörténész műfordító esszéje, és Csöndör István lelkész vallomás írása ugyanoda jut. Nem is rendeltük meg tőlük ezeket, nem beszéltünk össze ismét Pálhoz, és ismét a szeretet himnusz legfontosabb magjához és gondolatköréhez. Csöndör István egyébként a könyv címen írt a Bibliáról, elindulva a gyerekkori poros szekrény tetején található könyvtől az életét meghatározó alapműhez, műhöz. Mielőtt átadom a szót Csernus Marian művésznőnek, hadd zárjam ezt a bemutatót Petőci Évának a saját írásában ismételt Szeretett Kaméleon című versével. Meglátják, miért. Mindeneknek mindenné lettem, hogy minden módon megtartsak némelyeket. Ez Pál idézete a korintusbeliekhez írt levélből. És a vers. Most, amikor oly könnyen elveszítjük egymást, s ítélkezéstől visszhangzik egy kis hazaboly Magyarország, ahol a folyvást forduló tömeg egymást tiporja naponkénti zsibdamaszkuszon, bár megcsúfoltunk, légy velünk, Pál, te legszentebb, szeretett kaméleon. Köszönöm szépen a figyelmet, ajánlom mindenkinek a szerető olvasásába ezeket a rövid, általában nem megterhelő és mindenképpen lelki felügyelést jelentő írásokat a Biblia számunkat. Egyébként van még néhány a többiből is. Köszönöm.
Csernus Maria művésznő nem először kapcsolódik a magyar órához, ugyanis volt egy régi magyar irodalom számunk, amiben interjút adott éppen Navarai Mészáros Márton újságíró barátunknak, és ebben arról mesélt, hogy Balassihoz, Bornemisszához, Hátaihoz milyen olvasói élmények fűzik, és arról is, hogy milyen volt Racine-t vagy éppen Shakespeare-t játszani. De amiért most itt van, ahhoz 1982-ben kell visszamennünk, amikor több önálló est után a Vizsói Biblia című ötlettel állt elő, és ezt színpadra is állították, és ebben a több mint egy órás előadásban a Könyvek könyve legszebb részeit válogatta Károli Gáspár veretes magyar nyelvén. Aztán nagyon sokáig ment ez az előadás, és összetalálkoztak a dolgok, hiszen most pont novemberben tűzik újra műsorra, amelyhez többek között Mészáros Mártonnak is van egy kis köze, ha jól tudom. És éppen ma, amikor idefelé jöttem, akkor olvastam az egyik kulturális magazin címoldalán, hogy a hírt, hogy színpadra kerül Csernus Marian Vizsói Biblia című estje, Vizsói Biblia 2.0 címmel, és ebben egy rövid levél is megjelent művésznőtől, amit föl is olvasnék. Tisztelt közönség! Valaki volt olyan kedves, hogy felhívta a figyelmemet arra, hogy 2017 óta nem játszottam a Vizsói Bibliát. Sem a Magyar Színházban, ahol 2006-ban újra bemutattam, sem pedig másút. Most felkértek rá, hogy újból játszam, 3 alkalommal, ezúttal a Betlen téren. Örülök neki, mert habár 94 éves leszek a következő hónapban, a kisujjamban van a teljes újszövetség, a Bibliával kelek, fekszem. Önálló estem 2 részből áll, nagyjából bő egy órát töltök a színpadon. Az első részben az előjáró beszéd, Mózes első könyve, a Bírák könyve, Sámuel első könyve, Dávid 59. Zsoltára hangzik el. A másodikban Ézsaiás próféta könyve, Máté írása szerint való evangélium, majd János evangéliuma, végül Szent János jelenések könyve következik. A lezárás változatlanul Pál első levele a korintosziakhoz. Csók Marian. Csernus Marian és Navarai Mészáros Márton. Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Köszönöm, köszönjük, hogy itt lehetünk. Csak addig állok föl, még néhány bevezető mondatot szeretnék mondani, aztán művésznő mellé visszaülök, és úgy beszéltük meg... Én meg felállok. Úgy várjuk egymásra. Úgy beszéltük meg ezt a mai estét, hogy művésznő életkora, hangulata, egészsége, illetve a közönség igényeinek megfelelően nagyjából egy 20-25 percet, meglátjuk majd, hogy mennyit beszélgetnénk, nem másról, mint Károli Biblia fordításáról, amelyhez, ahogy most itt elhangzott művésznő, nagyon és sok szálon kötődik, hiszen 1982. február 17-én a Katona József Színházban mutatta be először saját maga szerkesztésében, válogatásában a magyar irodalomnak, de megkockáztatom a világirodalomnak ezt a lehető legkülönlegesebb, egyik legegyedibb és legnagyobb hatású munkáját. És mielőtt most itt folytatnánk és a kérdéseket föltenném és egy kötetlen beszélgetést igyekeznék vezetni művésznővel, a esemény különlegessége miatt kivételesen azt kérném, hogy egy nagyon nagy tapssal előlegezzük meg művésznő mondani valóját, és majd az előadás részletet, azt hiszem, hogy talán ennek ellenével hagy köszöntsük még egyszer Csernus Marian Kossuth, Jászai és érdemes művész. Köszönöm szépen, csak nem szeretem, ha előlegeznek, mert az egy olyan ravasz dolog. Lesz utána is taps, azt hiszem. Jó. Most én az előjáró beszédem kicsit változatosabb annál, mint amit Marian szokott elmondani a Vizsói Bibliában. Művésznő idefele a taxiban közölte, hogy ő nem szeret és nem igazán tud beszélni, ő játszani szeret. Hát erre lesz majd lehetőség a végén.
a Vizsai Biblia című előadásból egy részlettel megjutalmaz majd minket művésznő, de addig egy kicsit faggatnám, több-kevesebb sikerrel meglátjuk. Jó, hát egy részlettel nem tudok jutalmazni, vagy az egészet elmondom, hogy nem mondom. Szóval, a Pál apostol egyébként a hát kedvenc, hogy a végén valószínűleg azt halljuk, de még addig van egy kisebb időnk. Engem viszont nagyon foglalkoztat művésznőnek a vallásos neveltetése. Már ha volt ilyen. Nem feltétlenül vájkálnék valakinek a magánéletében, de több interjút is adott. Legutóbb, egyébként nem titok, éppen nekem az Újember katolikus hetilap adventi kiadásában, és nagyon részletesen és őszintén mesélt arról, hogy tulajdonképpen nem annyira vallásos családból származott, de mégis az 1920-as évek második felében a vallás egy megkerülhetetlen tényező volt valamennyi egyén életében, illetve a nagybátyja nagyon komoly egyházi szeretett. Hát a nagybátyám Bencés rektor volt, ő esketett a bazilikába, Vályi Hugó. Igen, mint olyan, tehát ez megvolt, de hát ez nem jelenti azt, hogy én egy óriási templomba és misére járó ember voltam. Nem voltam. Nem. Valahol máshonnan érzem közel magam. Hát most mit vagyok az égiekhez? Hát ott még nem tartok, mert még itten ülök. Úgyhogy, de talán az is bekövetkezik. Szóval, hogy mondjam, nehéz ezt meghatározni. Én nem úgy vagyok vallásos, hogy kötelezőnek érzem a templomba járást, kötelezőnek érzem az imádkozást. Olyan kapcsolatom van inkább az égiekkel. Néha elbeszélgetek velük, én mondom, nem válaszolnak, de én úgy érzem, hogy válaszolnak. Hallom, és akkor mondom tovább. Nincs itt semmi egyéb magyarázni való az én vallásosságom körül, mert körülbelül úgy ennyi. Mondom, nagybátyám Bencés rektor volt, de ez nem jelentett számomra azt, hogy nekem vallásosnak kell lennem kimondottan. Ő sem forszírozta, és hát most itt ülök. Milyen felekezethez tartozott a családja, ha még ennyit megenged? Erről tudom beszélni. Hogy egy milyen felekezet? Hát római katolikusok voltunk valamennyien. Megbeszéltünk. Hogy kérdezem egy kicsit arról, hogy kislányként esetleg emlékszik-e pontosabban, hogy kislányként mikor találkozott először a Bibliával? Milyen fordítás lehetett? Milyen közegbe találkozott? Esetleg egy misén, Isten tiszteleten, iskolai nem közegben? Nagyon, én nem nagyon jártam misére, és nem. Anyám, Vitéz Csernus Károly név, ő minden vasárnap, pedig hát ő a Weissmanfrednál volt német-francia levelező, aki a 8 óráját naponta ledolgozta, és 4 darab gyermeket nevelt, engem és a 3 öcsémet, akik úgy mentek ki 56-ba, hogy azóta se látták soha Magyarországot viszont. Tehát ezt az anyám, aki úgy halt meg 64 évesen, hogy a kezét fogtam, és azt mondta, kislányom, soha többé nem látom a fiaimat, és való igaz, soha többé nem látta a fiait. Szóval ez nem volt egy úgynevezett könnyű élet. Hát, mit mondjak? Pályakezdésről beszéljünk egy kicsit, hiszen ez nagyon összefügg a Bibliával, ha talán magával a Szent Ivással nem is annyira, de magával a műfajjal, hiszen később számtalan önálló estje monodrámája volt. Jó, hát én 14-15 éves koromban elhatároztam a Mária Terézia Leány gimnáziumban, hogy én színésznő leszek, és amikor ezt otthon bejelentettem, apám Vitéz Csernus Károly, aki első világháborús katonatiszt volt, akkor a pofont adott, hogy nekiestem a falnak. Mondtam neki, ezek után, miután magamhoz tértem, mondtam neki, drága édesapám Vitéz, én akkor is, mindenféleképpen, nyugodtan, így. Szóval... Miért választotta ezt a szakmát, főleg kiskamaszként, hát kamaszlányként? Meg lehet ezt magyarázni? Ezt nem lehet megmagyarázni. Az, hogy én ezt a szakmát inkább, hogy úgy mondjam, a költészetből kifolyólag választottam, mert a költészet számomra az, hát az mindent jelentett, mint ahogy ma is mindent jelent. Én nekem Arany János, minden nap olvasok Arany, vagy bármi. De ez a költészetet én naponta olvasok, az nekem olyan, hogy naponta kell kávét innom, naponta kell egy kis költészetet olvasnom. Ennyi, ez hozzátartozik az én mindennapjaimhoz. Nem is tudok róla beszélni, mert
már ez is túl sok, amit mondtam róla, hogy ez olyan, mint ahogy itt ülök, aztán hazamegyek, és akkor a költészetet kicsit megnézem magamnak, az estét, a ma estét, hogy ma mi lesz. Mondjuk ki, létszükséglet az életében. Igen, ez nagyon szépen hangzik, csak én nem tudok ilyen szép szavakat használni. Létszükséglet, nem rossz. Nagyon jó. Köszönöm, nagyon hízelgő. Egyébként most előföltette ezt a kérdést tulajdonképpen visszakérdezett művésznő, hogy hát ez hogy lehet eldönteni, miért választ valaki egy szakmát. Én nagyon bíztam benne, hogy a költészetet fogja kiemelni, hiszen már kislányként, fiatal lányként megmutatkozott az egészen hihetetlen képessége és tehetsége arra, hogy verseket, talán nem is azt mondom, hogy szavaljon, hanem mondjon, hogy átszellemülten szavalás, előadjon. A szót utálom, hogy szavalás. A szavalás az valami olyan külsődleges dolgot jelent. Úgy nekiállni, ez a szavalás, én most szavalni fogok. Borzalmas. Rettenetes. Szóval nem erről van szó. Nem. Ennél a költészet mélyebb, igazabb, valódibb. És ehhez valahogy úgy kell viszonyulni, hogy ezt a csodálatos szót használjam, viszonyulni. Szóval a költészet, én azt hiszem, hogy az a legnagyobb dolog a világon, legalábbis számomra. Nem tudok mást mondani, de ha kérdezni akarnának, én válaszolok boldogan. Lesz erre is a végén lehetőség. Jó, én még nyugodt. Egy kicsit, ha még engedi, zaklatom kérdésekkel. Én nyugodtan, zaklasson, nyugodtan. Most előbb elhangzott Aranyi János neve. Nem titok, talán megengedi, ezt is elmondom. Együtt érkeztünk, művésznőnél töltettem néhány percet. A nagyszobai asztalon egy kinyitott adikötet és Károli Gáspár Vizsói Biblia fordítása szerepelt, még adalékként, ez érdekes lehet. De én inkább Babits Mihály nevét említeném, hiszen pályája legelején összefonódott kettejük neve. Igen, igen. Kíváncsi lennék, hogy hogyan. Érettségim évében előadtam a Babits Mihály laudamejáját az Aquincumi Amfiteátrumban, ahol Babits Mihályné még hála Istennek élt, és ott ült, és nézte az előadást. Ez volt az én érettségim, hogy úgy mondjam, ajándék a saját magamnak, hogy a laudamejját elmondhatom Aquincumban. Hát ehhez most mit fűzzek hozzá? Milyen emlékei vannak? Találkozott esetleg Babitssal, vagy azokkal? Hát Babitssal már nem találkozhattam, mert Babits özre, hogyne? Babits özvegyével teljes mértékben találkoztam, sőt, utána mondjuk így meg is invitált, hogy menjünk föl hozzá, és akkor beszélgessünk egy kicsit. Igen. Ez nagyjából hozzájárulhatott talán már ez az első igazán komoly szereplési lehetőség és találkozás ahhoz, hogy később, mikor a Nemzeti Színházhoz csatlakozott, majd mikor kevésbé jó időszakot élt meg ott a színháznál az 1970-es években, önálló esteket kezdett el szerkeszteni és játszani. Igen. Ezek legelsőbbike, talán az egyik legelső, az egy Jászai Mavi est volt. Igen. Viszont nem sokkal később Vörös Sándor Psziché című munkáját dolgozta föl. Hát Vörös Sándor az, hogy úgy mondjam, atyai barátom volt, tehát amikor én bejelentettem neki, hogy a Pszichétből szeretnék egy estet csinálni, akkor mondta, hogy boldogan járul hozzá, és amellett rendkívül szeretné, hogyha segíthetne a dologban. Amikor összeállítottam a Pszichét, akkor az első közönségem, ők voltak, Sándor és a felesége, a Károlyi Ami. Elmentem hozzájuk oda fel a hegyre, már nem tudom az utca nevét, és elmondtam nekik az egész két órányi Pszichét. Sándor beleegyezését adta a legteljesebb mértékben. Láttam azt is, hogy a szeme kicsit könnyben úszott egy-egy résznél, mint olyan, és hát ez számomra a legnagyobb ajándék volt, amit kaphattam volna az élettől és a költészettől. 500 alkalommal játszotta ezt az előadást. Igen, igen, és hát a vidéki utaim, ültem be a kocsiba hátul a mindenkori pulikutyámmal, és mentem, és elmondtam Szegeden, két óra, utána a pulit megpisiltetni és hazamenni, éjszaka megint két óra.
aztán másnap Miskolc, aztán nem tudom, Hódmezővásárhely. Szóval így mentem, és hát mondom, miután nem volt kire hagyjam a kutyámat, tehát a puli az mindig velem utazott, a mindenkori puli, mondom, mert... Öt volt. Igen. Mi? Hát most már nem. Most már nincs, mert én nem hagyhatok itt kutyát. Tudom pontosan, hogy én megyek el előbb, tehát ezt nem lehet vállalni. Befejeztük. A Vizsói Bibliával egy kicsit kérdezném, hiszen kérdezni. Ezért vagyunk itt. Emlékszik, hogy mikor találkozott Kávali egészen csodálatos 16. századi fordításával? Azt tudom, hogy faksimile kiadásban, tehát hasonlás kiadásban 1981-ben megkapta a kötetet megjelentető Helikon kiadótól. Igen. Immában nem kéziratként, hanem a megjelent nagyon díszes változatot, amit otthon meg is mutatott nekem, és van egy ilyen anekdota, ami szerint ezt levitte magával a vidéki telkébe, majd kisegítés pontosít, hogyha nem így volt, és egy ideig nézegette, forgatta ezt a szöveget, és végül arra jött rá, hogy ezzel valamit lehetne és kellene is csinálni, hát igen, és így született meg egy előadás. Igen. Mivel keveste meg a Helikon kiadó? Célzottan azzal, hogy készítsen egy önálló estet, vagy ne adj Isten tisztelet? Én már arra sem emlékszem, hogy engem megkeresett a Helikon kiadó, fogalmam nincs, de biztos megkeresett, de én, amikor ezt elolvastam, azt mondtam, hogy ebben én valamit kezdek. Még nem tudom, hogy hogy fogom, mert hiszen én állítottam össze, ugye, tehát ez az én szerkesztésemben működik. De hát még nem tudtam, hogy mit csinálok vele, hát aztán még nem gondoltam, hogy végigutazom Magyarországot, nem egyszer hátul a puli kutyámmal. Mentem, levezettem, elmondtam, puli pisírt, utána hazamentünk. Szóval ebben ez volt az életem hosszú-hosszú éveken keresztül, hogy mentem, mondtam a Bibliát, és hát... Néhány életrajzi ténnyel... Megtámogatom az elhangzottakat. Támogasson. Ahogy Miklós volt olyan udvarias, hogy fölvázolta, hogy november 2-án valóban látható lesz a Vizsói Biblia, 2017 óta első alkalommal, ez három. Mikor lesz ez? November 2-án, este 7-kor. Mein Gott. És annyit akartam csak ezzel kapcsolatban mondani, hogy művésznő ezt az előadást 1982-től a Katona József Színházba tartott bemutató óta. Úgyhogy 2006-ban művésznőnek az állandó társulata a Pesti Magyar Színház, előző nevén a Nemzeti Színház, 2006-ban újra bemutatta, az azóta eltelt időben 351 alkalommal játszotta. Tehát amikor a művésznő azt mondja és azt írja a felolvasott levélben, hogy a kis ujjában van a Biblia, vagy hogy ezzel kell, ezzel fekszik, ezt tényleg tessék úgy érteni. Ez tényleg, ez a magától értetődő számomra, hogy abban a pillanatban, hogy felébredek, gondolom magamban az ember elvégzi a reggeli dolgait, és közben mondom, hogy tekintetes és nagyságos uraknak, vitézlő nemes népeknek, mondom a szöveget, hát valamivel el kell tölteni az időt, hát hogy mondjam. Emlékszem 2015-ben vagy 6-ban láttam egy előadást a Nemzeti Színházban, ez a Csongor és Tünde akkori egyik legmodernebb adaptációja volt, Tengely Gábor rendezőnek az értelmezésében, és beszélgettem azokkal a színészekkel, akik játszották ezt az előadást. Molnár Piroska, Kossuth Díjas kolléganője Mariannak volt az egyedüli, aki azt mondta, hogy neki ez egy könnyű feladat, ő tud ezzel boldogulni, viszont a duzzogot, az éjet, vagy a bábkészítőket, bárkit tudnék említeni. Mindenki azt mondta, hogy igencsak nagy kihívás volt nekik játszani ezt az előadást, különösen Farkas Dénes, Martinovics Dovina színművészek, akik 30 évesek voltak akkoriban, éppen a nyelvezete miatt. Hát már itt sejtheti a kérdést is, egy kicsit a nyelvezetről, a Biblia nyelvéből, pontosabban Kávoli, szinte Európa vagy világhívű fordítói, költői munkájával kérdezném. Csak nem képzeli, hogy nyelvészeti előadásba fogok bonyolodni. Hát ez én magyarázni nem tudok, mert hogy mondjam, az nem az én szakmám. Nincs magyarázat, ez úgy jött. A dolgok jönnek, vagy nem jönnek. Szóval nem. Ez könnyen jött. Ez jött, ez nagyon könnyen jött.
Mondhatnám, tényleg becsúszott az ablakon. Nagyon szerencsés találkozás volt. Nagyon, nagyon, nagyon. Mondom is neki sokszor, hogy ez nagyon jól jött, édesapa. Szeretjük. Művésznő még most is színpadon áll egyébként, áprilisban játszott. Mi ne állnék? Hát, Hály János. Még állni tudok, beszélni tudok, szövegeket. Soha az életemben még súgóra se volt szükségem. Az én előadásaimon a súgó szabadnapos általában, mert tudja, hogy minek üljön ott a lugba, amikor nekem teljesen fölöslegesen idegesítené magát, mert nincs kapcsolat, tehát ha az ember oda nem tud reflektálni, akkor nem szabad ebben foglalkozni. Nem, ez nekem hogy innen jön, hát aztán ha véletlenül elfelejteném, akkor azt mondom, hogy pardon, hát. Elnézhető egy 94 éves művész, elnézhető de lenne, de még erre nem volt. Ez miből van? Na minden. Bárványban azt hiszem. Nem volt. Minden esetre csak annyit akartam kérdezni, hogy legutóbb a Pesti Magyar Színházban, Hevesi Sándor téven, Hály János portárs, jelenleg éppen 60 éves, 60-as évei elején járó, de Vámai Ivói Szép Ivónak Házasságon innen, Házasságon túl című nagyon szatirikus házassági drámájában az övegasszonyként jellemzett epizód szereplőt játsza Marian az előadás végén tűnik nagyon föl. Szeretem, nagyon és szeretem a Hály darabot. Ez egy kortárs előadás, elmondhatjuk, ha bár több mint 10 éve megy. Károli fordítása pedig mégiscsak a 16. századba datálható. Jelente bármilyen különbséget, ne adj Isten kihívást a művésznek egy 10-20 éve született szöveggel foglalkozni, vagy egy 4-500 éves munkát? Nem jelent, ez az igazság, szóval ezt nem tudom megmagyarázni, mert ehhez nincs megfelelő, hogy mondjam, magyarázó képességem. Azt is mondhatnám, hogy nincs megfelelő intelligenciám, hogy megmagyarázzam azt, hogy ez a dolog miért olyan vonzó számomra, mi vonz benne, nem tudom. Nem tudom, tényleg nem tudom megmagyarázni. Szükségem van rá. Egyszerűen úgy érzem, hogy nagyon megfogott. Annyira megfogott, hogy most már én nem engedem el. És akkor csinálom. Hát. Még néhány kérdéssel egy kicsit zaklatom, aztán zaklasson. Át is adom a telepet művésznőnek és a idegesítő, bosszantó kérdéseimtől megkímélem. Nyugodtan, bosszantson. Olyan kollektívában vagyok, hogy megvédenek egy részt. Én érzem, hogy megvédenek, ha valami nagyon baj lenne. Nem lesz, azt hiszem. Egyébként is idézőjelesen elpróbáltuk, hogy miből beszélgetünk ma. Úgyhogy nem lesz. Művésznő említette nekem a taxiba idefele jövet, hogy habár 351 alkalommal játszotta ezt az előadást, olyan tulajdonképpen nem volt, amikor egyházi előjáró, bármelyik felekezetnek egy vezetője odalépett volna művésznőhöz, és hát azt nem jönnek, volna, hát ne, egyházi előjáró nem jön el e biblia előadásra, hát ő nem megy színházba, hát a színház az egy, hogy mondjam, hát az egy ócska dolog. Igen, ezt a kritikát egyházi előjáró az templomba jár. Nem színházba. Igen, ezt a kritikát hallottam ki művésznő szavaiból, kevésbé nyíltan, kevésbé explicit módon, és erre szeretném, ha reflektálna, hogy nem is volt olyan megkevesés, hogy valamelyik egyház... Nem. Még vidéken inkább, szóval mikor vidékre jártam így vele, és utaztam, akkor vidéken előfordult, hogy egyházi előjáró megkeresett, vagy elbeszélgettünk, vagy ne. Itt Budapesten, hát hogy képzeli? 40 év alatt, mióta ezt az előadást játsza, adja elő, változott-e a közönség attitűdje? Tapasztal-e bármi ilyet mondjuk az adott művelődési ház, az adott pódium, vagy az adott színház, az adott játszóhelyből a közönség felé pillantva? Nem, egyrészt nem tapasztalok, a másik az, hogy én nem is akarok tapasztalni, mert nem az a dolgom, hogy a közönséget figyeljem, hogy ők most hogy reflektálnak, mit csinálnak. Rám néz, nem néz rám, oldalt néz, kacsint, összenéz a párjával, és azt mondja, hogy te jó Isten. Szóval, hogy mondjam, tehát ez nem az én reszortom. Nincs hozzá közöm ilyen szempontból. Annak örülök, hogy hát most nem magyarázom meg, szóval örülök, hogy itt vannak, és jó nézni.
És jó beszélgetni művésznővel, és gondolom nagyon hallgatni is. Még egy utolsó kérdésem lenne, aztán ahogy előzetesen megbeszéltük, át fogom adni mind a szót, mind a színpadot. Kinek? Művésznőnek. Vagy egy választott vészt mondjon el nekünk. Kérdésem csupán annyi lenne, hogy hallott-e esetleg mástól olyan kávali fordítás értelmezést, előadást, ami nagyon a szívéhez szólt? Nem. Pedig volt idő 1980-as és 90-es években, amikor a pesti színi növendékeknek kívülről tudnia kellett a Bibliát. Na jó, de én a pesti színi növendékekkel nekem nem volt kapcsolatom, mert hogy mi kapcsolatom lett volna, lehet, hogy kellett volna legyen, vagy de nem. Még soha nem késő. Nem. Semmi nem késő. Van egyébként kedvenc vésze, vagy szívéhez nagyon közel álló passzus az ön által szerkesztett változatból? Hát talán valóban az, hogyha az embereknek vagy angyaloknak nyelveken szólnék is, szeretet, ha nincsen én bennem, olyannál lőttem, mint a zengő érsz és a spengő cimbalom. A szeretet, a megértés, az emberség, a barátság. Ez körülbelül úgy ebből állna az élet. Hát ezt útmutatóként, tanácsként, meglátásként nagyon szépen köszönjük, és egyúttal hálásak vagyunk, hogy én nagyjából 20 percig faggathattam. Köszönöm, hogy elviselte ezt és megosztotta a válaszokat. Ne köszönje, hát ez olyan magától értetődik. Hát most... Azért kellett egy kicsit győzködni művésznőt. Jó, hát köszönje. És most, hogyha megengedi, megkérném, hogy fáradjon át oda. Mit csinálja? És mondta, hogy az előjáró beszédet, azt a 2-3 oldalt, ha elmondaná nekünk, és vagy Pál apostol levelét, az úgynevezett szeretett himnuszt, nagyon hálásak lennénk. Pál apostolnak Korintus városába írott levele. Ha az embereknek, az angyaloknak nyelveken szólnék is, szeretet, ha nincsen én bennem, olyannál lőttem, mint a zengő érc és a spengő cimbalom. És ha jövendőt tudjak is mondani, és minden titkokat, és minden bölcsességeket tudjak is, és ha egész hitöm vagyon is úgy annyira, hogy az hegyeket elvihessem helyéről, ha szeretet nincsen én bennem, semmi vagyok. És ha minden marhámat, a szegények táplálására költsem is. És ha az én testemet az tűzre adnám is, ha szeretet nincsen bennem, semmit az nem használ. A szeretet tűrő, kegyes, a szeretet nem irégykedik, a szeretet nem cselekszik álnokul, nem fuvalkodik fel, nem cselekszik égtelenül, nem keresi csak az ő hasznát, nem gerjed hamar haragra, nem gondol gonoszt. Nem örül az hamisságnak, örül pedig az igazságnak. Mindeneket elszenved, mindeneket hiszen, mindeneket reménl, mindeneket eltűr. Az szeretet soha el nem fogy. De az jövendő mondások is eltöreltetnek, az különböző nyelvek is megszűnnek, az tanulásból való esméret is eltöreltetik, mert rész szerint vagyon bennünk az tanulás, és rész szerint az profétálás. De minek utána eljövend az tökéletes teljesség, eltöreltetik az, mi rész szerint vagyunk. Mikor gyermek volnék, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek, minek utána pedig öregemberré lőttem, elhagytam az gyermekhöz illendő dolgokat, mert mostan látunk tükör által és homályos beszéd által. De amakor
szemtől szembe. Mostan rész szerint vagyon bennünk az esméret, akkor pedig lészen az esméret úgy, az, mint tanítatom, azért mostan megmarad az hit, az reménység, az szeretet. Ez három. Ezek között pedig legnagyobb az szeretet. Vizsolyban kezdettetett böjt első szombaton az 1758. esztendőben, és elvégeztetett Istennek kegyelmességéből Krisztus Urunk születése után ennyi és ennyi esztendőben Károlyi Gáspár. Esik felállni, mert szédülök. Elnézést. Úgyhogy most oda válsz a romjak, jó? Megköszönném. Igen. És azt hiszem éppen erre a szédülésre való tekintettel nagyon hálásak lehetünk, hogy Csernus Marian Kossuth díjas művésznő eszméletlenül nagy átszellemültséggel elmondta nekünk szívének legkedvesebb passzusát az általa szerveztet. Ne legyenek hálásak, azt én nem szeretem, az a hála. A hála az egy nem egészen jó kifejezés. Hálás vagyok, mert adtál nekem innom. Hálás vagyok, mert nem szeretem ezt a hála dolgot. A dolog olyan természetes, amilyen az élet. Hát ma ilyen, holnap olyan. Ma esik az eső, holnap süt a nap. Élet. Nem hála. Az élet. Amilyen most, vagy amilyen holnap lesz. Az élet. Bocsánat. Az élet kiszámíthatatlan. Művésznő november 2-ától még három exkluzív alkalommal játssza majd ezt az előadást. Azzal zárnám le ezt a beszélgetést, pontosabban most hozzátoljuk ez a lezárt beszélgetéshez, hogy vannak-e félelmei, milyen érzéssel játssza az előadást, ugyanazzal az intenzitással fordul-e felé, változik-e bármit a színész attitűdje, mondjuk egy olyan szövegnél, amit 4 évtizeden át játszik. Hogy tekint a novemberi előadás elé? Ugyanolyan magától értetődőséggel, mint a 3 évvel ezelőttihez. Teljesen természetes, és az is természetes számomra, hogy úgy nagyjából egész nap mondogatom a szöveget, úgy minden, hogy mondogatom takarítás közben, mondogatom ebédfőzés közben, mondogatom pált vagy nem pált, szóval velem van állandóan. Nincs vele semmi különösebb gondom, nem kérek tőle bocsánatot, nem mondom, hogy csókollak, semmi. Nem, természetes az, hogy létezem. Hát ha én létezem, akkor ő is létezik, aztán majd együtt. Hát azt kívánom lezárásként, hogy még nagyon hosszú, gazdag, eredményes és közönséggel teli hosszú-hosszú életet kívánok még a következő évtizedekre. A világ legaktívabb színésze 107 évesen játszik, még soha nem lehet tudni. Nagy tapsot kérnék, köszönjük, hogy itt voltak. Csernus Marianról azt tudjuk, hogy vannak több évtizedes növényei. Úgyhogy akkor ez kerüljön be oda a növények kezé. És még hozzá, ő is ugyanolyan színű, teljesen, egy gyönyörű, jaj, ezt a csomagot pedig átveszem, a szellemi táplálékként szánjuk, és majd Marci szépen elcipelheti. Igen. Köszönjük. Nagyon köszönjük. Köszönjük szépen. Nagypapám leesett. Köszönjük szépen, hogy itt voltak velünk. Még fölhívom a figyelmüket Párkányi Ráb Péter Kossuth díjas szobrászművésznek a képeire, amelyek éppen most nemrég kerültek ide a Józsa Judit galériába, hogy azt nézzék meg, hogyha van kedvük hozzá fönt is, illetve itt lent. És egyrészt a folyóiratból is lehet példányokat vásárolni, illetve egy kis fogadásra, egy szerény fogadásra is várjuk Önöket. Köszönjük szépen, hogy itt voltak velünk.